Tekettőtök Gábor Ázsval, és az Apple Watch van a kezemben, méghozzá a rendes nagyméretű doboz, vagyis a fém verzió, aminek egy szafír üveg eleje van, összehasonlítva a sporttal, majdnem fel annyiba kerül a sport, de sajnos itt alumíniumból van az egész tok, és az üveg az csak sima üveg, kicsit könnyebben kacolik majd össze, de igazából funkcióban ugyanazok, a mérete, a képernyőre, meg a képernyő is ugyanaz, mint a kettőnél, plusz igazából itt még hát az aksi is lehet, hogy kisebb, nekem úgy tűnik legalábbis, hogy vékonyabb, mind a kettőben van Bluetooth, NFC, meg Wi-Fi is beépítve, ezért a hátulján rá van írva, plusz igazából wireless charging-val lehet tölteni, és ami még fontos, hogy iPhone 5-től lehet csak használni, vagyis 5, 5S, 6 és 6 plusszal kompatibilis sajnos. Csak az új Apple Watch, mindegy, hogy melyek változatot veszitek, a Sportot, a Watchot vagy az Editiont, ami a persze 11.000 euróval elég drága lesz. Itt a 38 mm-t látjátok a Sportból is, sajnos csak azt tudtuk kicsomagolni, 42-est elég gyorsan elkapkodták az emberek, mert szerintem méretben tényleg kicsit jobb. Ez eléggé pinduri, sajnos, de igen, 38 mm-es változat 6,99 eurónál kezdődik, Németországban 7,49-ért megkapjátok majd a 42-es, persze attól, hogy milyen pártot veszitek, majd sokkal drágább is lehet, akár 5000 euróért vettek egy pártot, ami igen, több mint 1 millió forint, majdnem 2 millió forint, de hagyjuk, mindegy, folytassuk ki itt, csomagoljuk ki, elnézést, itt az Apple Watchot, méghozzá kicsúsztatjuk a dobozból, igen, már nincs fóliában, és igen, már használtam, úgyhogy ez itt már nem lesz az első kicsomagoló, lehet, hogy az egyik első magyar, de ezt szívesen így megtesszük nektek. Itt van egyszer az óra önmaga, egy jó nagy műanyag dobozban, ezt arrébb is rakom, egy alma van persze itt az elején. Aztán, designed by Apple in California. Kis leírás, azt mondja, megnézzük, aztán itt bent ugyanúgy, mint a sportban, van egyszer egy töltő, 1 amper 5 volt, semmi különleges standard Apple töltőkészülék, szerintem nem annyira thrilling, izgalmas. Aztán itt a töltő, ennyi is volt a dobozból, ami 2 méter kábel, vagy egész 8 méter kábel elég hosszú, és egy kis különbség a sporthoz, ez itt ugyanúgy fémből van, mint az óra önmaga, úgyhogy kicsit prémiumnak néz ki ez is, plusz persze majd mágnessel ide rácsatlakozik az óra, és töltődik. Egy olyan, szerintem 2 óra simán kész is lesz majd, és itt látjuk még egyszer a kábel vége, standard USB, vagyis például az új MacBook-unkba be se tudnánk dugni, csak egy adapterre. Nagy maraság. Inni. Amúgy a sima Apple Sportsnak így nézett ki a doboza, a kis műanyag, hasonló műanyag dizájnnal kívülről, de először folytassuk itt a papírdobozzal, méghozzá itt majd azt találjuk, hogy van hozzá egy extra pánt, azért, mert elég kicsi a pánt a 38 mm-nek, az az S és M méret, ez az M és L, vagyis medium and large, ezt majd mindjárt rárakjuk, mert tudok nektek, hogy ők kell kicserélni, elég kedves Apple-től, hogy ennyi pénzet hozzáadnak egy ingyen extra gumipántot, hogyha nem elég a méret, aztán kis olvasnivaló, hogy pányelven itt, hogy tudjuk, hogy mennyit kell csinálni, hogyha lemerül az egész, 10 év múlva már nem akarjuk használni ki, akarjuk dobni hasonló, mit csináljunk, mit ne csináljunk, aztán franciául, meg németül még kis leírás, hogy hogy kell használni a készüléket, de ezt majd mindent persze mi bemutatjuk nektek. Egyelőre itt csak még egyszer a pántot arrébb rakom, és nézzük az órát. Így, mi? Ide az mondja, hogy watch, Apple Watch. De így látjátok, hogy kicsit ott ki volt várva, hogy ne mozogjon nagyon az óra, itt már ki is akar igazából esni vagy ugrani, mert hogy itt sincs oda rögzítve. Eléggé nehéz a műanyag doboz, az a szép még ebben a dobozban, hogy simán a kábelt magunkat tudnánk vinni itt így körbe, és akkor igazából minden egyben van, hogyha nem a karunkon hagyjuk, és persze meg van védve, sajnos igazából így eléggé nagy és nehéz dolgot viszünk magunkkal utazásra, úgyhogy nem ajánlom nagyon, hogy így vigyük, de legalább ez így megoldható lenne, de lássuk az órát, hogy mit is tud. Na, 38 mm, leveszem még ezt a részt is, látjuk, hogy ez itt a sima edition, azért majd fémből van, kis nyitom, és hogy összehasonlítjuk a sporttal például, inni, akkor látjuk majd, hogy itt az alumínium, az persze egy olyan, mint az Apple MacBook-oknál, látjuk, hogy ilyen matt, és új lenyomat meg hasonlóan nincs rajta, úgyhogy ez szerintem igazából majdnem még szebb is,
nem olyan prémiumnak tűnik, de praktikusabb, mivel az új lenyomatok tényleg nem látszanak, de a Apple Watch, itt a Crown egy kicsit szebb, az egy kicsit feketét a közepének, nincs extra funkciója oldalt, ha jól tudom, de igazából van egy kis bekapcsgombunk, meg ezt itt majd lehet tekergetni a különböző szoftver funkciókhoz. Alulról ugyanúgy itt majd a pulzus, meg minden mást mér, itt lehet meg kicserélni a karpántot, hogyha benyomjuk ezt a kis gombot, vagy fent vagy lent, attól függően melyik részét akarjuk meg kicsúsztatni, és itt meg látjuk majd, hogy van egy mikrofon és kettő hangszóró is rajta, vagy egy hangszóró kettő kis lyukkal, hogy majd az ébresztőt meg hasonló, ne csak feltétlenül csak vibrálással tudja csinálni, hanem hogyha mellettünk van, csak akkor akár úgy is működik. Itt még egyszer elolvasom azt, hogy Ceramic Black a hátulja, Apple Watch 38mm 316L Stainless Steel. Ennek egyszer amúgy utána nézem, ez azt jelenti, hogy hogyha nem sós vízben, vagy valamilyen klóros, vagy hasonló vízben megyünk, vagy akár a klóros vízzel tesztelték, hogy ez ki fogja bírni igazából, ez egy ilyen kód, ezt online utána tudtok olvasni a Wikipedia-nál, 316L az ilyen spéci fém, amit tényleg nem könnyen majd fog megrozsdásodni, majd látjuk, hogy simán tudom majd használni a készléket, ezt most nem is akarom igazából nagyon bemutatni, hanem azt, hogy hogy kell még például kicserélni a pántot, hogyha most megvettük, kicsomagoltuk és más pántot akarunk, benyomjuk itt ezt a gombot, inni, kicsit lefelé húzzuk, vagy felfelé itt ezt a pántot, és akkor már ki is tudjuk venni, ez itt az S és M méret, és az L-et mindjárt elő is veszem, inni, itt látjuk majd, hogy ez lényegesen hosszabb, és bármelyik oldalon majd becsúsztatjuk, csak ne csináljuk fejjel lefelé, inni, klik, és már benne is van, és nem is lehet igazából kivenni, látjátok, mindegy, hogy milyen erősen húzom jobbra-balra, elég erősen megcsinálta itt ez az Apple, hogy ez itt benne maradjon. Nagyon szép mechanizmus, és hogyha be akarjuk zárni az egészet, simán ezt itt így ráhatjuk, itt ezt a végét behajtjuk, és már kész is, és már tudjuk hordani is kényelmesen az Apple Watchot, de hogyha túl kényelmesen hordjuk, akkor persze a pulzusmérő nem fog működni. Ennyi is volt, köszönöm, hogy néztetek, nevem Gál Balázs, legközelebbig ne felejtsetek el feliratkozni a Tech2-re, további videók az Apple Watchról persze nálunk és velem, majd valamikor benne is fogunk egyet, egy csomó összehasonlító videót és még csinálom például Android-verekkel, de addig is köszönöm, hogy néztetek, és legközelebbig nevem Gál Balázs.